Na, jó estét kívánok, jó estét kívánok! Gyorsan meghirdetjük. Jaj. Gyorsan meghirdetjük a streamet, és már indulunk is neki az estének. Az milyen autó? Most vettem? Bocsánat, hogy köhögök meg mindent, csak nagyon-nagyon-nagyon becsípőztem. Most térek magamhoz. Na! Megvagyunk, megvagyunk. Hát nem tudom, mi van nálam, azt le kéne pakolni. Na mindegy. Ajaj, azt a kurva! Jaj! Fehér csokis Milk and Espresso. Most vásároltam az autót. Jó estét! Napokat! Lepakolok és vagyok. Tényleg csak én közben megyek ki a hívásokra is. Nyugodtan, jó utat! Szi! Mi azt nem tud csinálni? Repce még nincs bent, vegyes... Harf... Kaja maradhat... Jó. Na, zsatardabas déka... Nem ugrunk le... Íjj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 
hogy a kolléga kobolt-e, ugye? Aztán igazából ennyi. Nézzük, hogy mit hoz nekünk egy ilyen sima csütörtök este. Durván 200-an vannak a városban. Jaj, na most már jó vagyok. Azt a kurva eget. Nem tudom egyen messzebbről nézni magam, és ha nem, akkor miért nem? Na de néha meg amit messzebbről tudnám nézni magam, mert hát nem tudom, hogy van az. Bassz meg. Na így, így messzebbről, így. Akkor nem fog eltűnni az autó, igaz? Már hogyha eltűnik, akkor igazából vissza tudjuk nézni logból, szóval meg itt elvető kivettem, szóval. Szia! Jaj, bassz meg a plató! Azt a kurva! Jaj! Jó vagy, bacsi? Jó vagyok, köszi. A rendőrök miért mennek a járdán amúgy, azt nem tudom. Jaj! Azt a kurva! Na, azt megstukkoltam, neked is cső. Jaj. Na megnézzük, Rafi bácsi szeretne valamit javítatni, vagy szereltetni, vagy bármi egyéb. Na Ali, segíthetek? Haló, haló. Hát jó. Én megkérdeztem kétszer is. Hát miért úgy kőbe jönni, mintha ez lenne az utolsó napotok? Micsoda? Szevasztok, miben segíthetek? Szia, szia! Egy szerelést szeretnék, valami nem jó rugózásra. Na, mindjárt átnézzük. Addig elmegy a pízir. Szia, tesó! Szeva! Hallod, megvettem ezt a Porsche-t, azt nem jó a centrázás, de nem tudom miért. Hát, majd lehet, hogy resültál lesz, jó fenc tudja. Jaj, ha végezte egy fújás, raksz rá nekem. Persze. Na, a bal hátsó felfüggesztést átnéztem. Nézem a jobb hátsót is. Itt egy kicsit az olajgyűrű le van. Látkapott mostanában egy kicsit. Ja, látom itt a dugattyú meg van húzva egy kicsit.
felkelem ide... Nem kérek, köszi. Felkelem ide ezt a kontraszt zsírt. Azt megnézzük majd, hol van meghúzva a henger. Ha legközelebb visszajöttek, akkor meg kicseréljük. Kajátok van. Szerintem rendben van. Ahol nincs se lámpa, semmi. Meg kicsit le is tisztítjuk a gépjárművet. Közben majd a 650-es rajtszámra szeretnék kérni 3500 dolcsit. Nagyon szépen köszönöm. Köszi szépen, uraim, köszi szépen. Én köszönöm kitartást. Várjál, hát milyen vagyunk kész? Hogyan? Ne, ne siessé. Ja, hihi. Nem. Akarlak én átverni. De vigyázzatok, mert megnézzük az óraállást is. Na, rendben van, oda csere nem régen volt, hogy látom. Hát, talán nem lesz belőle izé, de ha igazoltatnak, akkor ugye meg kell állni. Parancsoljatok, mert, uraim. Köszi szépen, akkor jó most kitartást. Köszi. Igen, köszi. Hát a rafikám az nincs itt, úgyhogy menjünk tovább. Hali, hali. Jó napot, egy szerelés lenne. Jó, jó. Alakul a buli, alakul a buli. Hát a megengedett kicsit le is törölgetem a gépjárművet. Áttisztítjuk itt az ablakokat. Oké. Kinyitom majd a szellőzőt, megnézem mennyire a koszos. A szellőzőket kinyitottam, kicsit a szellőzőnek belenézek. Jó, az elég tiszta. Megnézem a másik oldalt is. Az is elég tiszta. Rendben van, mérünk egy CO-t. Kész... 2. Mert azért rendben van, szénmonoxid rendben van. A szállópor mennyisége elfogadható. Széndioxid rendben van. Összecskom a szellőzőket, most nem igényelnek takarítást. Kormányt megragadtam jobbra-balra, rendben van. Közben majd az úrtól szeretnék kérni 3500 dollárt a 650-es rajtszámra. Úgy szerintem megötte a jelteát a szikét, nem hát, biztos. A legközelebb szólják, akkor megnézem azokat is. Na szép jó. Napot, szava. Köszönöm, Hali uram. Halló. Olyan legzetes hangja van a csávónak. Lesz egy mosás, igen, egy szerelés, és ami ezen van lámpa, az kellene majd a karmára, és ami a karmán van szín, az meg kéne a Thunderről. Azt a kurva, oké. Okay. Hát akkor a karma lámpája, meg a karma színe, nem? Na várjál? Ennek a lámpája, és annak ja, a színe. Ja, ja, jó, megvan. Igen. Elindultam vissza a telepre. Jogsa. Látod, ajándékbe össze is töri neked. Na... nálam nem mentem neki semminek egyébként. Jó, sima red lámpa van rajta. Na most nem néztem meg a hammerem melyik van, na mindegy. Megnézem először a színt. Hú, bazd meg. Aha, jó. Sima középszürke és van rajta egy narancssárga gyöngyház. Jó. Melyik lámpa lehet rajta? Nézzük csak. Ilyen lilás kékes. Hát akkor a Blacklight vagy a sima lila? Az Blacklight. Blacklight jó, ez egyszer 960 dolcsi. Adom. Na szerencsé számít meg. 650. Parancsi. Köszi szépen. Már megint egyébként csak előttem jöttél föl. Egy narancs gyöngyház volt, először azt beállítom. Könnyebben megtalálom a színt.
Jó, el van dugva. Az anyámat. Sima narancssárga, jó. És megyünk a szürke felé. Ami bal oldalt van, azt kapd el. Valami hasonló, ugye? Igen. 8200 kérnék szépen. Adom is. Köszi szépen. Erre a bal oldalra gondoltál, ugye? Nem, ahogyha bejössz, akkor mi van jobb oldalt? Azt mondta, hogy a bal oldalt kapja, mert a bal oldalt kaptam el. Senki. Bocsánat. Mert az színezést kért, csak elment a csávó. Szervusz, ja, milyen segítetek? Szia, full lesz. Na hát ezt kifogtam. Na ügyes vagy. A felébe, Matyika. Ha megint ezt csinálod. Ja. Mondjuk én láttam, hogy az, mert a magasságából már látom, melyik autó van fullozom, melyik nincs. Egy év tapasztalat lassan azért az egy év. Na, figyú, akkor csattintom a fékbeállítást, az EQ-t felprogramozom a Stage 5-re, a váltóprogramot az EQ-ban is módosítjuk. Szevasz, Sintérem, szevasz! Aztán egy felfüggesztés, 80-as páncél, és mondhatod az egyéb kívánságaidat. Színezés. Persze, hallgatlak. Én is kérdezek majd kis segítséget alá. Mi az RGB-je? Most azon gondolkodom. Várjál, a motorháztetőt külön lehet színezni? Szerintem nem. Mindjárt pillanat átkábelek a kollégának. Figyelj, csak úgy tudod megnézni, hogy átszállsz az első Hummerbe és megnézed, hogy hol van a szín. De igazából az egy sima középszürke. Hogyha, menj már vissza, mondom, hogy hol van a szín. A színskála teljesen közepére állítsd a középső kört, majd utána, ami alatta van, az a kocka, a kockának a bal szélével egy vonalban legyen az alsó pötty, tehát ilyen sötét szürke, és arra dobd rá a narancs gyöngyházat, ennyi. Jó. Na, színezés, hallgatlak. A motorház tetőt fölön lehet színezni? Szerintem nem. Az ilyen fix fekete? Uh-huh. Jó, a zsíkozás lehet-e? Azt lehet, vagy leveszem, vagy fekete. Fuck. Szerintem akkor vedd le. Ez kerüljön akkor a csíkozás. Így. Igen. Szerintem... ilyen cseresznyepirost. Nem tudom, hogy emlékszel le együtt. Igen, szivattatok vele elég rendesen. Vagy várjál, a jeepem olyan színűben hozzam, azt le akarod nézni? Á, intézem, nyugi. Meg vagyok, uram. Mondjuk ez sem néz ki rosszul, hajj. Jó lenne ilyenkor részinkódokkal csinálni, nem úgy, mert akkor tudja, hogy fix ugyanaz lenne. Na, jön még egy cím, nagyon jó. Na, így volt a Torino cseresznye, nézd se. Majd megyek rá, Matyi. Jó. Ez volt. Az... talán kicsit, mintha világosabb lenne, nem? Hova lehet a többi. Nekem ez bejön az igazság szerint. Jó, akkor nem nyúlok hozzá. Vagy várjál, ne, várjál, de egy kicsit sötét is már. Hagyd a Hummert, menj a címre nyugodtan, majd ha visszajön, el lesz intézve. Jó. Ja, ez legyen. Lenne gumifüst. Jó, milyen színűt szeretnél? Piros. Piros, rendben van. Meg felnőtt nézzünk már valami másikat. Jó. Már változtatod, vagy? Nem, pillanat. Jó. Keresem, hogy mit tudnék rá ajánlani. De igazából egy ruha 27-et talán, nézzük meg. Ruha 27-es. Az színezhető és annyira nem rossz szerintem. De ez feketére be tudod nyomatni? Be, persze. Parancsolj. Matricák vannak erre? Hát az a két-három matrica van, amit láttál is, ugye van egy matrica nélkül. Fekete,
Fekete, jó, vagy várjál, fehér. A feketehez jól megy. Jó. Jó. Na, mennyi pénzt adjak neked? 200 kereken. Igen, várjál, lámpaszín, neon. Igen, 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 erre gondoltam. Rendszámot le tudom venni elől. Elől vedd le, elég hátul. Jó. Neon legyen, alatt a piros, ilyen sötét a piros. Jó, intézem. Oké. Lámpaszín? Rendben, meg az is piros, ilyen sötét a piros. Jó, hát abból egyfajta piros van, úgyhogy azt kapod. Jó. Átnézem az autót, jó. Azt mondja, hogy ablak sötétítés megvan. Rendszámot változtassuk esetleg fekete-sárgára. Ja. Oké. Jó, azt mondja, felnit néztünk, extra menü megvan, a motor full, ég full, váltó full, igazából az árán látszik, hogy full az van, de inkább megnézem, az a biztos. Páncél pedig akkor 80-as, hát egy 210-et kérnék szépen. Összesen. Jó. Ezt a 6000-et már ilyenkor elengedem, ekkora összegű tuningnál. 650 a számod, ugye? Igen, igen. Tessék, köszi a maradék az borra való. Nagyon szépen köszönöm. Tuningról. Várj, visszarakom. Ja, mindjárt majd odaadod, csak várj, oda megyek, visszarakom, ahol a többi pénzt, mert beraktam a kezdőről többet vettem le. Jó, rendben. Na, ezt jó kifogtuk. Így csinálom a hammeredet egy pillanat. Köszönöm. Van itt pörgés, gyerekek, van itt pörgés. Fasza, fasza. Ezt szeretem, mikor így jönnek szépen sorba. Na, akkor ez úgy volt ugye, hogy szürke. És a narancs gyöngyház, ugye? Na, akkor meg vagyunk. Meg, köszi szépen. Én köszönöm, hello. Szép estét, csáó. Szóval ezer nap kell tenni narancs. Aha. Ez a taxis mi a fasz? Ez lesz az, ugye? Jajaja. Ja. Igen. Ez telibe ugyanaz, jó. És a lámpa mi? Lámpa, az meg a... melyik is volt? A purple, ugye? Vagy a ne. Blacklight, a blacklight. Az így. Jó, 11 ezeret szeretnék kérni. Oké. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm. Kivigyem esetleg az egyiket? Hát nem, kettő. Nem, nagyon szívesen elviszem. Úgy is jó. Beteg ez az autó amúgy. Ad az jó munkát. Köszönöm. Végre nem nekünk kell innen elpakolni a sok szart. Hoppa. Hallott barátom, hogyha főnököd bent lesz valamelyik, majd küldve hozzánk, létszi. Jó? Melyik főnök? Mindegy, hogy az Anti vagy a Sanyi, mindegy, jó? Mindegy, teljesen mindegy. Köszi. Ahhez van. Ja, aha, köszi szépen. Csá-csá. Azt mondja, ki volt a következő, ez a Bavardo, vagy mi az Isten, ez mivel segíthetek, Szeva? Hát nem én vagyok a következő. Nem te vagy a következő, akkor viszont látásra, vagy akartam segíteni, na mindegy. Akkor megyek a szolgálati járműveset, kiszolgálom először. Haló, haló! Szeva, intézem, látom, elég szar állapotban van. Megvárom, míg letörölgeted. Jó. Látjátok, már a taxin is rajta van a logónk, úgyhogy kurva jó. Kurva jó, gyerekek, kibaszott jó meg van csinálva. Csoda, hogy még elindul. Jézusom. Na, hozok egy hátsó lökhárítót egy pillanat. Kell egy pár alkatrész, ahogy nézem. Na, az a lökhárítót, hát kihajtogatom minden a kis dobozkából. Felrögzítem a patentekkel, más kódot is felpatentelem. Csá, Benikém, szevasz, mi újság?
Jó, az rendben van, elfogok egy motorháztetőért is. Jó étvágyat. Hú, Csóri, srác, nem tudom, hogy tényleg beszéd hibása. Marhán sajnálom amúgy ez miatt. És az a durva egyébként, hogy nem rekeszték itt ki, tehát hogy nem szólnak be neki, hogy így beteg. Én nem vettem még észre, hogy út a fosszukú, hogy beszélsz még, tehát nem beszélnek így vele az emberek. Ez meg a hatalmas plusz rep az emberek számára. Szia, Szizi, szia, ciao, szép estét nektek. Sziasztok. Remélem rendben van a hang minden. Másik oldalt is rögzítem a lökhárítót. Hát én nem lazulok, én nyomom, látod, én nyomom, imádom, furulhat, imádom. És jó kedvem van meg, jó bekajáltam, jó csipős kaja, hozok egy motorháztetőt. Jó, becsipőztem a pizzát, azt adj neki, a taknyomnyálam, a fülemből folyt minden. Nagyon-nagyon becsipőszös, csipősöztem. Úgyhogy... Úgyhogy hát, ja. Na. Jaj, nem, sima mechanik kell nekünk. Felrakom a motorháztetőt és felcsavarozom itt a felfogatási pontokon. Jó, elvileg rendben. Mit láttál, Benikém? De mit láttál te? Egy rádió. Nem láttál te semmit. Ez az oldal is megvan. Aztán rendben is rakjuk a gépjárművet. És mit szólsz, Benikém, hogy a taxin is már ami hirdetésünk van, ehhez mit szólsz? Ja, nem lazulok, most jól esne egy energiaital, de délután a 6 körül ittam, úgyhogy nem, többet nem szabad. Pedig jól esne egy jó hideg szénsavas valami. És még a tető íze is a miénk. Parancsoljam további szép estét. Ciao. Ó, gyerekek, hol tartunk? Az anyám. Szia, Mati. Csacsa. Na, Mati. Szia, Mati. Ciao, Mizu. Nem tudom lezárni, nem jó a centráltás. Mindenki tudja, hogy itt vettem. Átakarom, fújatni most. Minden faszom, minden jó. Hajjali, hó, everybody station, át a station. Így van, és akkor hopp, tedi, rettere. Azaz. Ez a tiéd, nem hátszás volt? Na, kormányt megvizsgálom, rendben. Duda, rendben van. De hogy is? A rendszám alapján lekérem az adatokat. Hát a rendőrségnek beküldöm a rendszámot, a kilométerrollás is visszaigazolják, hogy rendben van-e. Képzeld el, múltkor volt egy srác, rá kellett hívnom a rendőrséget, mert lopott járművel volt. Aha. Hát nem vagyok most egyelőre. Persze tudod, le volt beszélve előre és megszívattuk. Most indultam vissza telepre. Jó utat. Jó rendőrség, te visszakaptam az adatot a gépjárművel. Rendben van. Nem baj, az a lényeg. Már rendben még egyszer Duda lámpák. Egyszer 3500-ös, majd 650 rajtszám, úgyis átutalod. Ó, hol tartunk? Rafi már régóta itt van. Gyere, mondjam, milyen szint szeretnél. A Rafi, majd csak egy órája. Rafi előtted itt volt, csak elment. Na gyere, milyen szint szeretnél? Tesó, váltogassuk, hogy mi van, de most elsőnek tudod, egy ilyen simáját adunk neki, mert most nincs annyi pénzem, kell csináljak pénzt tulingóni. De azt mondják, ez tulingós, vagy ne most tó? Mi? Amúgy. Hát, ha lekérted, akkor nem, ez még full alap. Ez még alap, igaz? Aha. Na most vettem 25 ezer, majd a szerintemes egy... Pont egyet, 200 kell kifullozni. 200, igen, mondták. Egy sötétítést adjunk neki elsőnek. Jó, parancsolj. Milyen van ilyen? Lilás színű nincsen? Hogyne, amilyet csak akarsz. Más sötétítés vagy az autószín? Elsőnek az autószínt, igen, ez kellene. Aha. Ezeket a színeket, ezeket a csíkokat nem lehet eltüntetni? De le tudom venni, parancsolj. Aha. Na, akkor váltogassuk most a színeket. Hát figyelj, mondjál valamit. Hát fehér, menjünk át rajta. Aha. Mondjuk ilyen bor. Hát de már van fekete, az egyik srácnak feketében nem akarom. Ez a bordós olyan, mint az Audi, tudod, az A8-as. Uh-huh. Megnézem a hátulját. Pillanat, rakok rá gyöngyházat, így nő. Ez egy elég pacek.
Szerintem ez pocak is. Hát benne kém, használva volt munkra. Jó, hogy összesen 9000. 9000, és a kerekek mennyit esok? A felnőtt változtatni? Hát nem párazatolcsi, az is nem vészes. Na akkor rakjuk, 15000 van nálam, annyiból csak kijön. Jó, annyiból kijön persze. Így jó. Ajánlok neked rögtön egy felnőtt, ha megtalálom. Ruha 20... Nem? Ezt vitték az előbb is rá. Mit szólsz hozzá? Tudom színezni, amire csak akarod. Lehet színezni. Aha. És ennek akkor fehéret adok, mint az Audi-nél. Fehéret színezni. Jaja, persze, már intézem is. Benni nem szokásos. Tudom. Persze, adom is a fehéret. Benni nem tudom, mennyi volt az autó, megmondom őszintén. De látok eladót is egyébként a külső apon néha, úgyhogy figyeljet szerintem. Ide nézz, öreg. Itt 12. Jó, jó. A izét meg nem, de az jó. És a lámpákat, tudod azt, mm-hmm. hogy lehet a többieknek ilyen gömb tojás sikként meg, tudod? Fingom nincs, mire gondolsz. Tudod, hogy a helyzetjelzőt a sima, tudod? Uh-huh. Az tojásként mutassa, tudod, ahogy fehéren lejjön. Hát, az, mint az E-osztályoknál, mint a Merciknél, hát, tudod? Hát nincs olyan. Na, milyen szint adjak szerinted neki lámpát? Csak rost, vagy zöld. Hát, ez csak... Szerintem a kék az jó. Ez a lilás kék. Jó, marad. Ez, jó az, nem? Így kerek 14 ezer. Kerek 14. Jó, küldök 15. Benikém, mesélj! 650-es a rajtszámom. Azt láttam, hogy visszajöttetek. Egyébként annak kurván örülök. Meg jó lenne, hogyha... elérhetőek lennétek, és támogatnátok a motorversenyt. Jövő héten reklámozom, előre srácok, lesz majd egy nagyszabású motocross versenyünk, úgyhogy már készüljetek. És honnan szervezünk motor? Lesz majd adva hozzá a motor, persze. Kaptással nem tudom átadni, nem tudom. Nem tudom, hogy kell csatorna dolgokat csinálni, megmondom őszintén csatorna pontokat, fingom nincs. Már igazából elég sokat streamelek, és lehetne gyűjtögetni. Gyere közelebb, gyere közelebb. Ne ragd le, nem tudok fölvenni, add át, légy szíves. Az akonthoz nem engedik beírni a pontot, de nem tudom, hogy... Hát nem kell oda pontot írni. Ja, nem kell pontot. Üsd be, hogy 15, azt húzd el a pénzt, az cső. Ja. Az igen, GG, Benikém. Ó, én biztos nem mennék adminnak, pedig kérdeztek engem is. Sok stream miatt, meg hogy azért úgy szabálytartó vagyok, meg minden. Köszi szépen! Igazad van. Elfelejtettem. Parancsolj! Lefja, elad a kód. Megyek Kordira. Ha elad a szóljem el, akkor izé, az adom pénzbe plusz 3. Én megyek, akkor ott egy időt. Jó, mondtasson, majd már beszéljük. De szerintem hozatok be még egyet, azt akkor... Akkor szóljál nekem, marad. Indulok a 741-re, kolléga. Hát akkor köszönöm a telepre. Micsoda? Köszönöm most már telepre. Már hol voltál eddig? Eddig kint volt, megy voltál, vagy jövök be fel, azt csak... Jó, jó, akkor mennyi, akkor mennyi, akkor mennyi, akkor mennyi. Ú, gyerekek, hova fussak? Hozatok bő, tesó, jó sok kocsit fogok, de az évén a felakarolás. Fel akarom vásárolni a házakat, tudod, a dolgokat. Akkor szóljál, írjál majd aztán. Mivel segíthetek? Halló, halló? Jó, hanem lesz autó, most ezzel fogok foglalkozni, lesznek mindig ilyen múltkor évételet. Ez ki rajta szóval egy sárga szint nézzük. Sárga szín. Jövő héten hozatok már még egyet. Jó, akkor oda néz, ez a sárga, és akkor ugyanez a másodlagos, de még gyöngyáznak is. Ment, a legújabbat hozom, akkor már nem ezt a Porsche-t. Mert azt mondják, jövő héten lesz új kocsi. Jó van, Benikém, hajrá, hajrá. Gyöngyházat is sárgára. Igen, gyöngyházat is sárgára. Mindenki adna, tudod? Meg akar kerek is sárgára. Kaptak, sárga gyöngyház.
Megnemtem vele egy sárga kerék, ugye? Igen. Na, hát ezt írja a sárgának. Inkább a versenysárgát rakná. Na, ez jöhet. Na, mennyi lesz? 9006, de 9005-ben megegyezünk. Jó. Köszi szépen. Fölvittem, hogy megoldom én úgyis. Gyerek, de jó néz ki amúgy. Ezt a RGB kapcsoló, azt akkor. Hallod? Ugyanilyen autó van itt kint, ugyanez a színnel, tesó, szinte össze kellene változtatni. Kigurultam, és ugyanilyen Porsche. Hát az ilyen, gyerekek, az ilyen, kreatívabbá yes. kell lenni. Tesó, nem folyod az át nekem. Vagy hát, lehet az, hogy a lám. Mondja, Dandóskám, nem értelek, lám, addig érdezem, hogy lám. Most jó. Most jó. Ennyi a fújás. Nem tudom, nem tudom, majd ezzel végzünk, jó, utána. Jó. Szia Bogika, szia szia. Tudod, hogy értem, hogy na más kocsik. Digi csont, na digi szkent. Fekettíteni a lampát. Hát az le kell venni az ablaksötétítést. Ja, akkor mindegyik van kell. Jaja, mert általában azzal működik együtt. A bolondok háza meg. Ég a szemem, geci! Hallod most, ennek hol van a helyzet? Világítása hátul, és mutass. Oh, ki ég a szemem, basszus. Nincs lenne. Ez rendben van. Na dehogy nem, hát itt. Terelésen kívül egyébben segíthetek? Középen, nem? Ja. Dandós. Tessék. Szerelésen kívül. Csak annyian beszélnek, de akkor nem kell semmit, csak azt akartam, hogy lehet-e. Jó, jó. Rendben, Bogi. Holnapra megpróbálok, vagy holnap megpróbálok felkelni 10 órakor legkésőbb. Úgy dolgom van nekem is, úgyhogy fel kell kelnem időben, most nem leszek sokáig. Aj, bocs, parancsolj, Dandós! Bocs! Ó, ki volt előbb, ki volt előbb? Megnézed az M6-ot, én. A gyerekek, az M6-ot, hogy fullos-e? Meg persze. Szegény Matyi. Az a baj, sorszám kéne fölétek komolyan. Jött aludni, de cuki vagy, megzobállak. Na, egy kicsit le is tisztítjuk ezt a gyönyörű M6 Prior-t. Egyébként, hogy miért álltam be oda, ha nem kell nekem szerelés? Ezt nem tudom. Nincs pénzed szerelőre. Benikém, itt vagy? Igen, már nincs itt a Benikém. Na. Azért csak a szerelőt, az tuningot nézett. Jó, turbo rendben van az, megvan, motor full, pék full, váltó full, felfüggesztés alap, páncél 80-as, és itt felfüggesztésből az 30.000 a maxos. Neked olyan csúró vagyok, hogy még leszoknék valakit egy benzinkannáért. Gyere barátom, adok két kannát is, na. Yes. Az hogy került ide ez a fehér, az kié? Ja, iszunk egyet. Este majd összefésülöm megint a Twitch-et meg a YouTube-ot. Egyébként tessék feliratkozni YouTube-on is, ott is ugyanígy elérhetők a videók, nyilván egy-két nap csúszással, de elérhetők. Na gyere, Rafikám, milyen szint szeretnél? Ez soha adott nekem egy milliót a gyerek, képzeld el! Azt a kurva! Ó, nagyon fasz, de én ismerlek téged, te jó, nem? A grófókát lehet is. Te vagy a grófóka? Mhm. Rafikám, milyen szint szeretnél? Fotolingot, tesó, az autóra, az egészet. Mehet az is, jó. Gyerekek, a mai estét nagyon kifogok, más Juhán kerestem 100 000-et. Rendes, nagyon jó, gyerek. Jó, gyerek a grófóka, mikor alszik, tudod? Én nem ismerem, én ismerem egy éve. Én nem ismerem, de hallottam már róla, már valaki beszélt róla, de nem rosszat, hanem jót hallottam ott is. A 80-as vagy 100-as páncélt rakjak. Hát a 100-as az mennyi? Ugyan, nem 20 000, sokat, 13 000 különbség van közte, nem sok. Hát a legerősebbet, nem? Nem hiszem, Bogikám, hogy csak te nézel, csak te írsz. Ja, most már nem bogaras. Jó, így akkor még akkor változtunk a színen, ugye?
Ja, de nem tudom milyen szint adjak neki, mert az előbb kigurultam vele, és jó, ugyanilyen. Ide néz. Mondjuk ám a színemet ne reklámoznám. Már egy éve is csináltam ilyet csömbbe. De akkor megy a kerekek is. Sötét. Na, szerintem ez maradhat fehér. Ja, na szállodhatott eset. Jó, meg figyelj, előre veszem a rendszámot, mit szólsz hozzá. Csak elő tudom levenni. Ah, de sok ilyen rendszámizét is tudsz rárakni, ezt a új rendszám. Aha. Újat, ha nincs újat, feketére gondolsz? Ja. Oké, megvan. Meg az összes cooling benne van, igaz tesó? Benne van, még egyszer átnézem, jó? Turbo, motor, pék, full, váltó, full, felfők, full, páncél, 100, matricát levettük, és egy 214 ezer. Jó, oké, tesó, készpénzben, akkor átadom, jó? Köszi szépen. Nem, a 700 ezer, szóval jó, pink. Megzabállak egyszer. Mennyi? 200? 214 ezer. Küldök neked 255, jó? Többi hát barátom, ahogy érzed, köszönöm szépen. Fél órája csinálom, ugye megnézzük mennyit kerestünk. Érdő, aki keresni akar, nagyon szépen annyi, köszönöm. Annyi igen. 260 ezer? Köszi szépen, aha. A tuningról az igazolást beraktam a keszitartóval. Jó. Köszi szépen, hogy minket választottatok, további szép estét. Na nézzük meg, hogy fél órát menj. Hát fél órát kerestünk 135 ezeret. Azért az úgy nem rossz. Mizus srácok, segíthetek? Meg vagyunk, köszi. Megvagytok? Melyiket? Vagyikám, ott az. Jó. Tiédet is kell szerelni? Azért komoly fél óra alatt 135 ezer, nem? Mondjuk abban volt 2-3 full tuning, meg most a csávó megtolt még egy 35 ezerrel, de... De jó, hát ilyen az a szerelősdű. Valami jó helyre vegyenek föl. Nekem jó mafia is, tesó, mert azt szeretem. Köszi. Tudod, nekem bármilyen munkat... Hajtáslánc rendben van, kormány rendben van, különös zajt nem hallok. A kormány műfelől a lámpára rá kéne nézni egy pillanat. Vagy ikem, hogy ezt is jó. Rögtön persze. Jó, akkor én Rafi vagyok, tesó. Rafi. Csak benzines kan. Jó, tesó. Megyek, kipróbálom ezt az új Porsche-t. Okay. Behajlok ide a csomagtartóval, megazítom a lámpa biztosítékot. Vagyis hogy a lámpa kábelt, bocsánat. Az anyámat, az mi az anyám. Csá, pentácskám, Mizu, hogy vagytok? Merre mentetek tovább egyébként? Melyik városba vagy? Erpésztek még egyáltalán? Vagy mi van veletek? Mesélj már valamit. A jó bandákat elküldik innen, bazd meg, hihetetlen amúgy. Hát én azért is sajnálom a sinteriket, hogy elmentek. Titeket is. Meghatározó arcai voltatok egyébként itt a városnak. Tudom a másikra, hogy kell. Kösz. Úgy gondolom, hogy meghatározó arcai voltatok a városnak, és én sajnálom, hogy az ilyen jelentős emberek elmennek. Maki voltál használtam túlva? Mostanában nem, barátom. Igen, nézek valamit. Ezt is letörőgetj. Az a fehér, az nem tudjátok kié? Le kell foglalni. Az a baj, hogy ugye gondolom bogarasítottatok meg ilyesmi, és az miatt nem hiszem, hogy kaptok. Ja. Jó, itt a kormány rendben van. De jó, kocsit van valami. Lámpak rendben van. A dudar rendben van. Biztonság technikai berendezéseket átvizsgálom, rizsakokat megnézem. Kilométer óra állást ellenőrzök. Rendben vagyunk. Van benne, de só minden. Mindjárt nézem, mi van. Ó, bazd meg. Nézem, így. Hát, te ne légy meg. Hogy szerelik a tét, ki van fizetni. Üres, pal. Ja, hát igen, mert a csuliba van. Egy navireó. Ja, oké. Hát, semmi, hogy a linket még nem küldtél. Igen. Hol a röp? Jaj! Pénzt ne adjál neki. Nyugi már, Spider-Man vagyok.
Tiéd az ott van a másik. Tiéd, csámon. Mik az ott? Az meg a másik autó, nekem kettő van. Oké. Porsche amúgy. Mizu? Nincs nyomsz rá szerelés? Há, hogyne? Volt megszerelve, szerintem egy éve. Grófókás amúgy. Van nálam kaja. Pannát adja. Állj, lepalom. Hú, át kell ugranom gyors a komóba is, a rák megeszi. Komó shop. Mhm. Mi van ott? Hát, dolgom van. Hoppá. Nem látok bele a saját zsebembe, basz meg. Néha én sem amúgy, tök rossz. Meg kell fizetni, hogy tett fel a kedet. Jó, hoztunk egy szép fehér kedileg kajtról. Majd. Felhegesztjük szépen. Küldtem. Mi? Mi ez a csúlyat a kupoló rajta? Kosa, tudom mi van a zsebembe. Álljál le. Maradj meg homó. Ja, uram, meg vagyunk majd a hadszerűen. Küldtem a linket DC-n. Hát nem küldtél linket. Hányos lecsi? 605. És én vagyok a hülye, vagy nincs ott a link, na mindegy. Köszönöm szépen. Kormán rendben van, Duda rendben van. Megint hát. 1-3500-es szeretnék majd kérni. Adom is. Köszönöm szépen. Azt hallottam, leépült el lábbe. Azt hallottam, tiszta csóvó lettél, úgyhogy... Hát, ahogy igen, az biztos is. A labasz. Köszi szépen, további szép estét. Szia. Melyikbe? I have a problem. Melyikbe? Melyikbe, bazd meg. Nem hallok, hogy... Átugrok a Komó Gun Shopba, megkérdezem, hogy ajánlanak-e fel valamit. Nem. Hol van ez az? Önkormányzatot elindéztem délután, már csak egy a dátumra várunk igazából, meg felajánlásokra, hogy ki mit adna. Hát itt mi történt, kérem szépen, itt mi történt? Hát azt a kurva, az nem a DK volt, gyerekek, azt a kurva, ez jó volt. Na, hogyha láttok felborult, illetőleg elhagyott autókat, akkor azonnal a Lost Cart értesítsétek, kettő sportautó elhagyva. Kettő sport a... Jó, egy kicsit összelöködöm nekik. Az anyám, aztán lehet visszaborítani, hogy mi van. Ez fájni fog. Jaj. Hát az ott van betonozva, hogy mi a rák. És P1. Hát ez is ide van betonozva, akkor itt rohadtok el. Jézus úristen. Cső baktáló. Baktátáló. Korán reggel baktat alló. Hát ez a Lucifer barátom. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tisztelet. Na szava, mi újság? Szava, az egy pillanat, csak lehalkítom. Mi a helyzet, testvérem? Gyere be, légy szíves, mert üzleti ügyben kereslek. Rendben, gyere. Meg nem bánnám, ha kinézné valahogy, nem úgy mindenki most jött a piacról, na mindegy. Kinéznék. Hát figyelj, csillus képviselem, testvérem. Mondja csak, barátom. Na, szeretnénk rendezni egy nagyszabású motoros találkozott, illetőleg motocross, nagyon szépen köszönöm Shadow Legend a feliratkozást, szia. Nem, most vagy megném után.
Tehát szeretnénk rendezni egy nagyszabású motoros találkozót, illetőleg egy cross motor versenyt a Lovarda pályáján, ugye ott azon az ovál pályán, ott a kaszinó fölött. És olyan kérdésem lenne, hogy promózásért cserébe, meg a reklámért cserébe ajánlana fel egy valamit a Komó Gunshop erre rendezvényre, gondolok itt ilyen, tehát nem konkrétan pénzre gondolok, hanem városban felhasználható tárgynyereményre, vagy utalványra, amit esetleg itt levásárolhat a nyertes, ilyesmikre gondolkodok. Ezeket a felajánlásokat gyűjtjük szombaton késő estig, éjfélig maximum. Egy másik fegyverbolt felajánlott már 10 darab MK2-t, és akkor ez így szépen igazságosan el lesz osztva a döntőbe kerülő 6-8-10 versenyzők között. Tehát mindent ki, aki... Nézem, hogy hogy néz ez ki. Aki bejut a döntőbe, ő már mindenki kapna ajándékot, nyilván az első kap a legtöbbet. Kaptunk már 50 szerelőláda felajánlást az önkormányzattól, 200 ezer, meg ilyeneket várunk, tudod, ami egy városba felhasználható, nem konkrétan pénzt, hanem esetleg lőszer, fegyver, de akár pénz is olyan, csak hogy nem kötelező, nyilván nem kötelező, csak megkérdezem, hogy... Jó, megfogyatkoztak a szekercék, ebből baj lesz, valakit megnyúzok. Valamit nyilván természetesen beszállok. Ez a te rendezvényed egyébként? Persze, persze, miénk. Akkor simán. Imádlak titeket, tudod jól. Nem leszek én is fucik, geci, nem is vagyok, az sose voltam. Ja, tudjuk. Nézzük itt, mi van a raktárban. Nem fontos most odaadni, mert nekem is dolgom van még. Annyi van, mondom, hogy azért itt már csütörtök este, akkor szombat estig, hogyha át tudnád őket szállítani, amit hát nem felajánlasz. Hát az a baj, hogy én tudod, hogy milyen ritkán vagyok itt a városban, hogy nagyon sok dolgom van, úgyhogy igazából rendezhetjük most is. Jó, hát akkor pakold be a saját cégesetbe, aztán gyere át vele, nekem úgyis jó. Rendben, oké. Meg annyi, hogy akkor külső applikáción a Komónak a logóját küld el, létsz, és akkor majd a plakáton fel lesztek tüntetve ti is. Az a baj, Matyi, hogy igazából nekem nincs meg a logó, meg nincs meg semmi, mert ezt én úgy vásároltam, és nekem ezek a cuccok nincsenek meg, tudod. Úgyhogy a logóváltás, meg a névváltás az későbbiekben fog megtörténni. Csak most beszéltem a Lucival, és mondta, hogy nem aktuális jelenleg, mert rohadt sok dolga van. Jó, tehát fogadni merek, hogy Luci Gunshop lesz. Nem, dehogy is valami frappáns. Nem, jó, nem akarok a cigáns. Dehogy is valami frappáns legyen. Valami olyan, ami oda basz, tudod. Armageddon. Az oda basz. Amúgy tényleg Armageddon gánsok. Az nem is... Matyi, te császár vagy, gesz, ezt fel kell írni valahol. Menj a faszomba. Tudod, mit gondolkoztam ezen? Hát a hashtag is én adtam nevet, amúgy arra is a Krista bólintott rá. Bár utólag én... A 819 kampanit adtam volna, de így az már tökéletes. Tudod a 819 miért? Mert azzal ment be a... Matyi, hogy a rádió? Most jelenleg parkettán is egy gumiszőnyegen állok, de rádión is vagyok, igen. Akkor csak egyet akarom mondani, hogy én elhagyom a... Mi ez a kapus kesztyű rajtad, amúgy meg? Jó, pihenést. Írjál légy szik külsőn a többieknek, hogy valaki jöhetne mellém, köszi. Jó, Matyi, figyelj, most... Nem tudom, most rángassak itt ki fegyvereket, vagy utaljak pénzt, neked nem tudom, nekem teljesen mindegy. Tehát nem is kötelező adnod semmit, csak megkérdeztük, hogy ajánlsz-e fel valamit a rendezvényre. Persze, simán, csak nem tudom, milyen összeg az elvárt, vagy nincs, mi az, ami nincs, illik. Nincs. Ha nem az semmit, én azt is elfogadom. Én nem beszélgettem. De várjál, de most nem a megfogalmazásaimonak adja el, ha tudod, mire gondolok. Jó, akkor azt mondom neked, hogy... Mi az, ami az elfogadott, vagy ami úgy illik? Ilyenkor. Azt mondom neked, hogy ha kiemelt támogatóként szeretnél szerelni a plakáton, akkor egy 500 ezertől. Na jó, van, megbeszéltük. Mi a kedvenc számot, testvérem? 650. Köszi szépen. Nagyon szépen köszönjük. Hát ez a legkevesebb. Már írom is fel. Üzenetet is olvasd el. Rögtön én is fel is jegyzetelem. Rendben.
Már egyébként most összeálltam pár fiúval, akik segítenek vinni a boltot. Aztán ja, most kicsit fellendítjük a helyzetet itt. Bár amúgy eléggé megy, most nem voltam egy, mit tudom én, egy fél hónapig, 1,8 misi bent volt a tízében, frakciókasszában, úgyhogy igazából járnak ide a népek. Csak most nem értem, miért nem jönnek, amikor olcsóbb a buli. Na ja. Nem tudom, szerinted figyelj, itt vagy amúgy gondolatban? Mondjad. Még írkálsz? Mondjad. Na figyelj, 18-ért tudják megvenni, ha nem vagyok itt a fegyót. 30-ért az MK2-t. Szerinted milyen árat lőjek be neki? Nekem 12 a uh-huh. beszerzési áram, és 22 az MK2-é. Egy gondoltam egy 15-re, a simára. Szerinted az sokra? Hát körbe kellene nézni, hogy máshol mennyi. Na, Matyi, most én küldelek misszióra. Ha lesz időt, körbe tudsz nekem kérdezni, hogy mi mennyibe persze, kerül másokkal? Persze, mindenképp, persze. Na jó, van, ez jó lenne. Picit megyünk ár alá, aztán csókolom. Annyi, ha csak egy 500 dolcsóval mész alá, szerintem már jó vagy. Ahogy nem. Azért az... Azért általában, hogyha vásárolnak nálam, akkor 100 és 200 fegyver közt visznek. Jézus. Azért ott már 500 dolcs is sokat dob. Ez már 50 ezer, ja. Na jó, barátom, megyek, mert úgy hallom, hogy a telep megüres. Na jól van, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Kösz, neked is sok sikert. Majd benézek, hogyha lesz. Jó. Nem jön senki, úgyse gyere nyugodt. Nem, maradjál itt egy kicsit nyugodtanra, promózd magad, rakjál ki képet Instára, meg ilyenek, nyomjad. Milyen Instára? Hát itt a belső Instára. Van itt Insta? Hát hogy ne lenne? Vagy izé Twitter, na bocs. Asszom. Jó. Na cső. Kéne gobolnunk egyet. Gáz. Megint rán gobolnak, hát geci, agyon baszom őket. Jaj, kiürült a lep, nyugi van, a kurva jelzve. Lerakjuk a pénzt, nem is rakom le, mert... Kiveszem inkább azt az 1 milliót. Mert mennyi van nálam? 155 ezer, akkor... 850-et kiveszek. És akkor be is rakom azt az 1 milliót a frakiban, hogy itt elkereveredjen, vagy ilyenek. Bár hát nem hiszem, hogy... 850... Jó. Haladunk. Pár nap alatt összejött közel 1 millió. És csak a szerelésből, úgyhogy... Nem rossz. Éjjel szerintem megtolom egy kicsit a repülős melót. Meg kell érni ezt az 500 fúvaros limitet. Hát az ötödénél vagyok kb. Úgyhogy, ja, frakik assza, te hülye. Jó, szóval frakciópénz betétel. 100 ezer, 10 ezer, 100 ezer és 1 millió. Oké. Okay. Nézzük meg, hogy állunk. Tökéletes. Na, nyugi van, úristen, nyugi van, kidobálom a szarjaimat. Mi baing, ilyenkor szoktak elbaszni. Számla. Ezt nem használom, ezt sem használom, az mehet lentre. Ez is jöhet le. Jó. Nyomjad! Hoppá! Azt megfejeltük egy kicsit, na mindegy.
Hú, milyen nyugalom lett itt hirtelen, a kurva élet. Ja, mondjuk ez a 10 óra ilyen határam úgy, meg szokott állni utána egy kicsit az élet, de van, amikor még ott is úgy beindul, hogy azt a kurva. Na, ah, nem, de jó, jönnek, jó. Abod. Szép jó estét, szép jó estét. Szép jó estét, szép jó estét, uram. Szeretedni kéne, mert hát problémák akadtak ezzel a kis járvány. Hát hallom, látom. Hát igen, igen, hát kerék is kiúpett. De a keleti felé az egyik keresztedésben volt egy ilyen P1, meg egy I8 widebody felborulva. Ja, hát nézd, de hát ez a... Nem tudom, mi P1-ünk volt, de hát... Próbáltam visszaborítani, de esélytelen volt mind a kettő. Hát... Nem, mondták itt srácok nekem rádió, hogy itt történt egy-két dolog, de hát... Amúgy uram, nézem fel az égre, hogy milyen szép fölös. Ja, láttam én is, milyen szép naplemente voltam úgy. Ja, hát... Én is néztem. Szeretem, szeretem a napfelkeltét, igen, és csak igen, arra... Igen, igen, szeretem a napfelkeltét, azt meg szoktam várni, addig nem fekszek le, tudod? És pont a napnyugtára szoktam kelni. Kellemes amúgy nézni, kellemes. Én szeretem én is. Szóval ellenőrzöm a féket egy pillanat. Jó az a P1, srácok? Jó. Én mentem vele, nekem lassúnak tűnik, komolyan mondom. Hát figyelj. Amúgy hát nem, ez nem olyan lassú, amúgy keletin, hogyha mész, hogy megy 2.30-at amúgy. De amúgy jó kanyarodik. Jajaj, az szóval nagyon jó a kanyarodása, a fékezése. Meg amúgy, hogyha pattogóson, most én keletiről jöttem be, hát jöttem be 2.90-2.80-at. Aha. De amúgy nem rossz, amúgy szerintem jó kis jármű. Na, az a lényeg. Köszönöm szépen, uram. Ó, azt a kurva, egy heli mínusz. Tudom, ez, igen, hát ez most... Na rendben, hello, hello. Csacsa. Na, frissítjük akkor a videót a falon. Ha már... Hoppá, hoppá, hoppá. Nem frissítjük a videót a falon. Jó estét, ja, jó estét. Sziasztok. Szeretnék a kerelést. Intézzük, intézzük. Fönn akadtunk, azt lehet, hogy Lyukas lett a dob, hogy tudja, geci. Na, annyi megnézzük. Jó. De amúgy egyébként... Szerintem fölösleges ezeket mondanom. A ruhánról úgy is felismertek minket. Nem, nem fölösleges, mert vannak újak is, néha tudod. Ja, hát jó ilyen téren értem, de neked nem fogom egyébként mondani azért. Ja, nyilván. Mizu, jóság van, mesélj magadról pizza. Hát most brutális volt az elmúlt 3-4 óra vagy fél óra. Hát. Kösz, kösz. Jó, 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 ujjj az anyám, eló, de mérőegységem. Elvileg rendben van a kibocsátás és a szállópor mennyisége is a határértéken belül van. Hát most 40 perc alatt kerestem 155 ezeret. Nem hangzik olyan rosszul, ugye? Hát figyelj, én 45 perc alatt elbaszok kétszer annyit. De baszom. El lehet, nem arról van szó, csak... Persze. Jó, egy megvan. Baszd meg! Mátyás, igen? A neont picikét meg tudod erősíteni, vagy ilyen lilásabbá tenni? Ezen? Aha, mindegyiken, aha. Mert baszki. Majd hogyha felnyomod a ISO-t, ahhoz kell nagyjából a sorít. Ja, ilyen ultraviolásra, aha. Ja, aha, ja. Hát, baszd meg.
láttak semmit. Mert amúgy kint vágod, mikor palatóba csináltottam, mondom, ilyen erősebb nyilásra. Azt mondta a csávó, hogy mind a kettő alatt lila van, az piros. Rikító piros. Nem, ez amúgy tényleg lila van. De csak itt bent? Vagy, ja? Hát, srácok, akkor várjuk meg, amíg föl kell a nap és kint színezzük. Vagy most gyertek hozzátok ki az autókat, jó? Gyertek, színezzük kint. Leesett a spoiler, nem baj, majd visszarakod. Hát, ja, 6000. Na, itt is van ilyen tuning állásunk. Tudom. Azok bedob a garázsba, mi jó. Hát, bármi másra, ilyenre is jól látod. Hát, persze, tudom. Hát ez most olyan, mint a küszöb. Olyat, mint a lámpa. Olyat, mint a lámpa. Aha. Nézd csak. Ez. Ez már majdnem sötétkékben van amúgy. Jó, igen, meg akkor meg a szárny. Meg a szárny az úgy mennyire lesz összesen? 8000-ben megegyezünk. Basza, hozom, csak messze van átém. Szólj a többieknek, hogy hozzák őket. Gyertek föl, itt van a... Itt is tudsz színezni, vagy mi? Vagy persze, hát itt is van panel, aha. Itt is tudsz. Aha, kértem ide is panelt, persze. Pont ezek, ezek miatt, aha. A kurva, mondjuk ez jó. Hát meg helikopterre bele lehet szállni, tudod. Jó, hát akkor persze. Akkor én még itt útom, akkor még ilyen kis szegénység volt. Nem volt itt. Hát sokat gondolkodtam rá, hogy hova kelljen, hogy hova lehessen. De egyértelmű, hogy ide. Egyébként oda akartam a varroda mellé, de hát ott ugye van általában illegál, úgyhogy oda nem. Jó, a gyerekek. Valaki hozhatna nekem inni, megmondom őszintén, valami jó kis szénsavas, jó esne. Még akár valami cukormentes is. Kevi szám? 650. Esi. Köszi. Ink. Nagyon fantasztikus. KP-ba. Ja, nekem nincs is semmi bajom. Utaltam egy tízest. Ja, jó, várjál, mert izé... mondjuk van nálam most egy pár ezer az a redre, csak elég lesz. Na nézzük, Neon. Csak eldob a garázsba az a genyó. Így ugye? Jó is. Hát Fili, rád bízom, adok még egy kis kápét legyen. Kösz. Egy ícián törőgeted, mert megjavítod, mert... Persze. Dzsubas lenne az a... Egy kicsit le is törölgetjük szépen. Köszönöm, én is itt a csodaszivacsot segítek el. Ja, készüljetek majd, mert jövő héten koresti órákban lesz majd egy nagyszabású motoros találkozó és motoros verseny. Úgyhogy elég jó nyereményekkel, amiket így begyűjtünk, úgyhogy és a motoros verseny majd. az saját kapott motorokkal lesz? Vagy kapott motorokkal, persze. Akkor arra szerintem elismerjek amúgy, kipróbálom. De hogyha akartok Maxim. Jönni a motoros talira, nekem van 6 motorom, szóval tudok adni még 5 embernek motort. Aha. Akkor nekem egyet foglalj már, de léci. Jó, majd a kis robogót megkapod. Jó. Várjál, és akkor ez mikor lesz pontosan? Pontosan még nem tudjuk, mert egy angyali dátumra várunk a visszaigazolásra. Aha. Ah, na jó. Erre csodabogára, meg itt várja, itt van a pótajtó. A leesett itt a zsanér, megfogjuk, előre húzunk itt az anyós is, de hátra útosan kivesz minden a bal első ajtó. Amúgy azt nézem, hogy a aztán, jobb hátsó nincs kiukadva? Nincs. Ilyen, ilyen a kerék. Igen. Ide azom neked, ha. Hát itt még a zsanérok rendben van, óvatosan felhelyezem rá. Az ajtó. Követből egy 16-os követ meghúzom rá itt a zsanéröket. Jó, hát itt lesz a króla készlet. Mindjárt visszajövök szerelőt. Kedves választakok, betörők és tolvajok. Ez kurva jó. Hülye Luci. Na. Ő is felajánlott 1 milliót egyébként az eventre. Szóval lesznek szépen nyeremények. Na, a önkormányzattól kaptunk 200 ezeret, meg így jönnek azért az utcok.
dől alé. Visszaviszem magam ezzel, ha nem baj. Jó, nyugodtan. Jó. Szép jó estét! Ja, ez három is. Szia, Matyi! Meg hozok a kocsit. De szerel meg az uraknak a kocsinkat. Jó. Mit? Mit? Azt nem kezelen uramhoz. Júj, de gyönyörű ez a kocsi. De nekem kell egy tuningolás, jó? Na. Hallod, Matyi? Igen. Én is tudok nektek ajánlani egyébként. Na. Adok én is szívesen. De az a baj, hogy... illegált nem hirdethetek, tudod? Tessék? Illegált nem hirdethetek, tehát mindenképp legál oldali nyeremények kellenek. Ja, akkor csúszdít nem adhatom. Hát, de adhatsz csak kinek a nevébe, érted? Ja, hát az én nevembe jöhet nyugodtan. Hát az nem úgy, hogy nem jó. Segítettem volna. Hát én ezt elhiszem. Azért pénzzel most nem tudok segíteni, mert... Ja, nyilván nem is azért mondtam. Na uram, milyen tuningot szeretnél? Akkor mi meg vagyunk, nem? Aha, köszi. Királyunk majd. Menjünk akkor. Most hol van a kedves KFC-s úr? Ki tudja, hogy hova tisztelettel, uram? Vagy az a bűbánatos. Na jöjjön, nézze meg a tisztelettel a autót. Néztem, néztem, voltatok itt már, kurva jó. Kurva is, hogy mutattátok a nagybátyám mutatta a képeket. A nagybátyának, igen. Hát az is elszem, mert csak meg lehet nézni. Kurva jó. Aha, kibaszott tetszik, srácok. Kurva jó. Hát figyelj, ezt egyre tudtuk megcsinálni. Nagyon jó, hát ez a tökéletesnél is jobb, ne viccelj. Tök jó, tetején a logó, egyik oldal, másik oldal, tök jó. Kurva jó. Nem tudom. Kurva jó, srácok, köszi szépen, kurva jó. Hát nincs mit, ne hülyeskedjél. Kurva jó. Igyekszünk, amiben tudunk, abba segítünk. Kurva jó. Hát igen, tetszik. Na, Mizu? Nem... Szia, Matyi, ő... Na, hol a bavárdó? És... Hol a másik autó? Elraktam. Már? Elraktam. Hát de miért? Mi kellett volna? Ja, hozzá a vevőket. Nem, hát arra nem kértél semmit? Nem, arra nem, csak szerelést. Ja. Hát az se volt, és... meg már nem kértél rá semmit. Ja, jó, mondtam, mindegy, kihozom még egyszer. Igen? Ez a telepjáró, mi? Aha. Gyere le, bazd meg, mert agyon ütlek, még egy 90 ilyen. 90 valamennyi ilyen koti öleg. Aha. Ez szerelés lenne, és valami színezik, meg optikai tuningolásokat megnézzük, jó? Jó. Na most belső tuningolja, mennyi most te 100 ezer? Talán, aha, páncél nélkül. Aha. Na jó, majd beszélünk akkor, tiszteletem. Uraim, jók lehetek. De jól lett az a taxi. Aha. Köszönjük szépen. Nézd meg a másik felét, he. Ez nem fake taxi? Így a másik felét. Szóval fake taxi. Bazd meg velő fülesen megint, a rák megette. Miket elekkasztok? Amikor az? Mikor mennyi pénzt az van ezt? 10-10 milliárdok. Bogikám, itt vagy, még hozhatnál nekem izé? Emelkük szervasz Antikám, szervasz, üdvözöllek, itt szép jó estét. Gyűjtsetek a kocsikat, mert rengeteg elhagyott autóval találkoztam. Melyik kocsit raktam? Na. Itt vagyok uram, itt vagyok. Milyen optikai tuningok van? Már nézem is, van egy plusz menünk, ami hát ezt a kalaptartót veszi le, meg rakja be, az ennyi. És ennyi. Elfagyott. És befelejtsd az én autó füstöl? Ne basz. Mondom én neked. Oké, akkor a kerekeket cseréljük meg olyan dollárjelekre. Jézusom. Az a helyzet, hogy nem tudom hirtelen, hogy hol van. Oké, Antikám, várlak majd. Kezdj, azt látnom kell, és leül oda. Arras, szürke van. Hopp, parancsolj. Szürke vagy arany? Ne, arany. Porsche-l. Szólj a haverodnak, ne ott vegyen ládát, mert én 5000-ért tudok adni. Na, arany, igen. Na, mindegy. Mindegy. Igen, az maradhat? Igen, így jó. Jó. Akkor a külső szín, az legyen arany.
arany. Ilyen arany. Jó. Vagy chrome, nem tudom. Tehát akkor most már én is veszek. Nem. Túl sárga, nem. Elszürke nekem kell egy olyan lambó. Most... Fejezd be és hallgass. Jó. Szeretlek. Mi? Jó, akkor nem arany lesz, akkor vérvörös. Ennél vörösebb van. És a másodlagos szín, ami itt van fejű, az fekete. Oké, ablaksötétítés. Jó, ez mehet. Neón alája. Milyen szín legyen? Piros. Tedd vissza a lilát. Lilát, jó. Aha. Itt elől az égők... Jó, black lila. Light. Lila. Hallod... Jó, purple. Hallgass, kérlek, hallgass, jó? Kerék friss lila. Jó. Meghúzatnál neki? Árva autón. Akkor egyéb. Külső elfogyott. Hát a rendszámot tudunk még változtatni, színezni, ugye? Az nem... Azon kívül nem, semmi. Semmi. Fú, bazd meg, jó? Eddig mennyi? 200 ezer. Mi? Hát a páncélt kiveszem, akkor 120 ezer. Szia Koala, ciao. Akkor fogom, de fullos, beül? Aha. 200 ezer? Kerek 200, igen. Tehát, mekkora a páncélt raktál? 80-as. Oké, akkor hozom 200 ezerbe. Jó. Gyerekek, a rohadt sokat keresünk. Na, mi az Isten van? Jó, te vadállasz. Ti ültetek a helyikbe, Balog? Mi hát, basszus? Ja. Mi azt hittünk? Mi? Néztük, mit akarsz csinálni. Ja, de hogy mi is fel akartunk ott szólítani, mondom, de hogy felszólíts. Már ott nem lehetne felszólítani. Ja, ma azt mondtam. Kedven számod? 650. Szép. Mondtam, valaki járkál a hálkunkra. Most ha megmondod, hol van, én is oda járok. Ja, szépen. Szia, Kobold! Ciao, ciao. Várjál, Mocsi, várjál. Mizu, azt nem kell. Ez átállok, jó? Voltam a lénél, és kaptam ajándékokat. Na. Ezért azt mondta nekem, hogy az első hölgynek szerelmet kell vallanom, szóval imádlak, tessék. Ja, de cuki vagy, egyelek meg. Na, kinek és hova és mit? Nekem egy szerelés a fejre. Megdeszered neki, be visszajön meg egy három lyukassa. Hogy is. Rád nézek majd. Jó emberek vagyunk. Aha. Mikor alszatok? Akkor én nem helyesek vagytok ilyen. Tessék, adok. Ahogyjuk, az American Boy az akkor is csúnya, na mindegy. Micsoda csúnya? Hát te, American Boy. Na, hogy is, annyira már. Ha alszol, akkor is csúnya vagy. De mi ez a kicsi? Ilyen fejjel. Zöld vagy sárga? Vagy kockás? Kockás is. Közben. Jó, az elvileg rendben van. Kibocsátásétek, rendben van. Gumi felnék. Ki lőhe? Gumi felné. Rejtjárszal van, ki lő. Gumi felné. Itt mindig lőnek! Gumi felné. Viszik el a forgalmat innen? Ja, nem mondanám, mert most egy óra alatt kerestem több mint 200-at, szóval... Ja. What's kölcsön, Matyi? A kérdésedben benne volt a válasz. De látjátok, megy ki az ember, mert nem győzöm csinálni egyedül. Én megjavítottam magamnak. Jövök szerelőnek, eskü, most. Parancsolj. A KS-re kell a szerelés? Le kell törölni. Jó. Ez már lusta voltam. Jó. Lusta. Törlés megyébe kerül. Azt teljesen igen van, mióta megnyitottunk.
Hát azért megkérdeztem illedelmességből. Ja, ne, teljesen ingyen van. Esetleg egy köszönömet elfogadunk, de annyi. Hát gondoltam, miután végeztél, megköszönöm, hogy nagyon szépen köszönöm. És az ajándékom másik felét is megkapnád, ha nem ettem volna na. Meg a magnumot. Ja, ez ki? Várjál. Ez ki? Kapsz egy ilyet. Na. Látom, kösz, hogy van ez. Ja, kösz. Ez ki? Szia, neked segíthetek? Igen, szerelés lenne. Gyere, uram. Köszi. Meghoznék egy gyors, egy másik autót. Nyugodtan, jó? Nyugodtan. Most már itt kerestünk megint? Magi 30 ezeret, basz meg. Azt a kurva. Gyerek, aki pénzt akar szerelni, vagy ezért csinálni, az jöjjön ide szerelőnek. Én azt mondom. Persze, hogyha van tapasztalatotok, akkor azért az nem hátrány. Bár igazából egy ilyen streamet megnéz valaki és tudja, hogy mit kell nagyjából csinálni, szóval nem egy nagy kunst. Jó neked, Anti, jó neked. Én meg levek csórósodva. És nem tudom, hogy milyen egyedi autót hozzak, igazából ez a legnagyobb bajom nekem most egyébként. Egyébként néztem egy 350Z-t, arra nagyon sok tuningelem van egyébként. Nagyon-nagyon sok tuningelem van rá, úgyhogy most már az is a kiszemeltek között van. Mennyi van? Sem ennyi, mert van egy 9 milliós tartozásom. Jaj, vigyáztam. Van egy 9 millió tartozásom, abból most talán van egy 3 és felem. Úgyhogy még mindig van 5 és fél millió tartozásom. Tessék, köszi szépen, nagy király vagy. Nagyon szívesen. Írtam már kóla, hogy rád nézek. Tessék? Tényleg a mi elve? Tesla? Nem tudom kié. Ja, az faszra. De megmutatom, én nem titkolózok, hogy mennyi van. 3,8 millió. Tehát nagyjából 4 millió van, akkor mi van 5 millió tartozásom. Épere box. Na, itt szépen megnézzük a motorrászatot, vagy ezt a csomagtérfedelet, visszarögzítem. Nézem az aksisarút, ablakforsó mosadékot. Másik oldalon a... mi ez? A csomagtartó felelét rögzítem, hozok egy oldalajtót. Egyébként tök cukik vagytok, hogy stabilan 7 néző itt van folyamat. Ennek marhán örülök egyébként. Jaj! Még egy szíjaj, még egy cím is jött, bazd meg, hát de kurva jó. Egyedül vagy? Hát igen. Oh, nem győzök, meg. Hát ja, ez van. Bazd meg. Pedig vagyunk majdnem 20-an, és nem tudom, hogy hol a többi. Aha. 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 Megoldom, nem kell fosni. Jó, de majdnem fent akadtál, gyertek. Majdnem az a semminek a testvére. Jó, vas. Bazza 200 méterre. Jó, hm? Geci. Micsoda? Mit mondasz? 200 méterre hívnak ide címre, szerinted. Parancsolj, uram. Köszi, sziasztok. Nincs vét. Lefoglaltak. Köszi koalám, köszi szépen, nagy cuki vagy. Hoppá, egy lost car. Nem az az autó, megyünk itt, gyere. Megyek. Lost car. Ha van egy elhagyott autó, amit láttok, egyből a lost carnak írjatok SMS-t, én mondom nektek. Jaj, a vizu? Ja. Nekünk lesz. Igen, mindannyian. Baszt a kurva! Igen, történtek. Jó, ezt megcsinálom, a többivel gyertek be, léci. Vagy mindegyik négy? Mindegyik négy lyukas? Nem, nekem csak kettő.
ide a parkolóba szépen, kérem szépen. Nem csak akartam bemenni így, mert nem ja, persze, persze, persze. Rutit, hogyha balhé lesz. Hát innen a szemétből szedek elő gumikat, most ezzel elmentek egy darabig. Jó, mert nekem csak egy lyukas az volt. Geci, megsütött a nap, azt a kurva, de meleg van. Azt a kurva, geci. Gyere, felségítenek. Geci. Addig fejtünk, hogy csomagtartót, kiveszem minden az emelőt, na, a kerék kulcsot. Bejelzünk, te járt fel az emelőt. Ja, nyomom, mondott helyettem, jó van, oké, hallatlak. Megfogom itt a kereket. Elkezdem kicsorozni itt a négy kereket. Hogy mi a faszom, négy csavar? A bogikám találékonynak kell lenni a szerelőnek. Mert ezt hittem itt a hibás felnit, itt a gumiban. Te van az a kartondoboz pakkabban, nézzél már bele, nincsen elhagyott gumik vagy valami. Mindjárt keresek. Na, szépen megemeltük a gépjárművel. Azt mondom, jaj, a kartondobozok között. Idővök, elkezdem szétszögézni a csomagolást, itt belézek, itt látok pár alkoholt. Rajta lehetem, amikor rendben van. A csomagolást, látom benne gumit. Kézifék rendben, az autó rendben. El is hozok gumit. Mit körözgettek amúgy? Hoztam még. Találtam abba autóalkatét. Á, kolácskám, kösz szépen. Kösz szépen a csírt, nagy király vagy. Felnézve minden. Figyú, ki tudtok menni innen egyébként gyalog? Fölmentek ott a lépcsőn. Aha, nem, kimegyünk a csikkel. Ne, hát fölmentek ott a lépcsőn, aztán a létrán meg lementek a helyez mellett. Ezt csináltam, ennyi. Most itt amúgy. Aha, aha. De ne, hát kimegyünk a csikkel. Most nincs ezzel semmi, hogy levárnak. Ja, értem. Hát jó, mondhatod. Szarul járnak. Ugye, nekem kéne kimenni kocsival. Azt kilőnének téged, hogy... Hát azt majd jelenteni a gecibe. Ja. Nem, hát nem tudták, egyből az lenne. Mindegy, hát de 150 méter az védett terület. Hát nem tudták, hogy te vagy, mindegy. Hát leengedem az ablakot. Falusi verzi, nem megint dolog, aztán átugrasztunk itt. Az igen, azt megvárom. Azt megvárom. De idod van másikat. Kösz. Az nagy öt ment, amúgy. Hát igen, hogyha lenne terepjállatok lefoglalva, olyárnátok. Az volt, nincsen. Nem, hogy lefoglalva, amúgy sincs. Hát igen, ezért kell mindig tartani egy terepjáró gyereke. Hát igen, mondom, de a pandemen. Már eladtam réges-régen. Rák, meg ezt azt mondom. Illetőleg M3 Touringra cseréltem. Hát, oh, úristen, geci, jól jártál. Tudom. Kurva jól jártál. A Touring az 10 misi fixen. Hát a pandem is. Őszintén még 6 félbe se venném. Hát volt egy srác, aki bejött, azt mondta, 10-ért elviszi. Azért annyira nem jó kocsi. 10-ért elviszi? Hát nem, hát azért adtam el. 10-ért elviszi, és akkor... Régen, amikor itt voltam, 5 év volt bent, emlékszel. Azt mondtuk, ja, hogy milyen drága, és sose fogják megvenni. Azt azóta nem is jutottak rajta. Most fog egy P1-ből visz. De volt egyszer, amikor ment 2.30-at a pandem is. Hát visszahúzták egy kicsit. Hát de tudod miért? Azért vegyék. Meg ja, hozzák be, meg vegyék. De aztán akkor se hoztak be. De hogyis? Csak vették egymástól. Ja. Ez volt a 488-szer is csináltak rajta. Most a kurva jól, mindenki vett az... Semmit nem ér. Meg lement az áraja. Köszönjük. Na, parancsoljatok. Jövünk valami? Ből menjek a tetőre megnézni, merre vannak? Nem kell. Hát jó. Csöcső. Köszi, szia. Gyere, visszadobla. Jaj! Ja, nem kell, mert ki vagyok tesizve, visszafutok. Jó vagy? Ja. Voltam jobban is, csak megsütött a nap. Na most kurva gyenge volt, hát most ott honnan hozzak gumit, na mindegy. Ahol azt lefoglaljuk, mert a Lost Car Kft. Nem jött. Na, eltűztek a srácok, jó van. Mindjárt majd ráírok a Fannyra egyébként, hogy hogyan lehet ilyen csatornapontot beállítani. Azt akkor lesznek ilyenek, mit tudom, 200-ért iszok egyet, vagy 500-ért eléneklek egy verszakot, vagy ilyen... Ez a... Reptér. Jaj, jó estét, itt vagyok, csókolom! Hát, már mindegy, bassz. Á, bocsika, csak hívtak át a lefoglalatba. Jézusom, mi az a rodeó? Jaj, geci! Jaj, bassz. Óvatosan, srácok, óvatosan, miben segíthetek? Na, adja a kormányt ennek a kezében legközelebb. Szerelje ki! Akár semmiben, neki kell segíteni, neki kell segíteni.
de megnevítsa. Már? Mert nincsen pénzre. Másikat javítsa meg. Jó. Csak elkezdődik. Hát ezt láb ki. Jó. Vigyázzatok, Léci. Oké. Okay. Na, egy kicsit azért letávol, a korcokat ráviszem, a vaxot eltövögetem. Addig adom a pénzt, becsúsztat. Köszi szépen, a 650-es rajtszámom ide a kiszerszámos táskámba. Csúsztass bele, Léci. Tessébe is csúsztam. Köszi szépen, nagy király vagy. Azt mondjuk, körbejárom még az autót. Épere... Hammer... Most nézem. Jó, sikerült kihazítani az elejét. Dépere... Maga a kedvenc szállóra. Kettő. Azt mondja, összenézem itt a LIDAR rendszert, távolságtartó tempomat, lézerét bemérem. Köszönöm srácok, ezt mondja a félváros. Ja? Na jó. Mi a fasz van a kezedbe? Hát ilyen lézermérő, hogy a Teslára küldöm a jeleket, az meg küldi vissza, tudod, hogy... Yeah. A távolságtartó tempomat, sávtartó elektronika, meg ezeknek a lézereit fogom be, és akkor visszamérem, hogy minden rendben van-e. Esetleg egy biztonságtechnikai berendezéseket átnézem, kormányt megragadom, nem hallok különösebb zajt a szilentek felel. Kormányban nem érzek különösebb akadást. Esetleg egy nyomás injektort cserélsz benne? Az elektromos autóban nem cserélek neked semmiféle injektort. Parancsoljatok, srácok. Kösz szépen. Nincs mit, jó utat. Szervusz. Egy szerelést szeretnék nagyon szépen kérni. Ó, nem csinál szépen kéted, Istenem. Ennyi. Jaj. Tudom, mi a gyenge pont. Ennyi. Hajtáslánc rendben van. Crazy fék rendben, üzemi fék rendben. Az ABS-en egy kicsit állítanunk kell, mert fogja a hátsó kereket. Illetőleg lehet, hogy már nagyon kopott a hátsó fékbetét, ezért az ABS visszajelzi, azt jelzi, hogy még megy a kerék, de közben már ugye blokkol. Szokott lenni néha ilyen anomália, bár az ABS tárcsán érzékelnie kéne, hogy nem forog. Még egyszer állítunk a jeladón egyet. Hát ne haragudj, Kóla, most nem tudok videókat nézegetni, tudod, mert belemegy a streambe a hang, és én azt nem szeretném, hogy ilyen felhasználási feltételeket megsértsek, meg ilyenek. Uram, egy Duda ellenőrzés, egy lámpa ellenőrzés, 650-es. Ja, persze, megnézem később, persze. 3500. Így van, így van. Magyar. Még egyszer a 650. 650. Ja, jó. Nem az volt a baj. Köszi szépen, köszi szépen. Én is köszönöm. További szép estét. Szép napot neked. Ciao. Szava barátom, ezt a Teslát vidd el, légy szíves. Jó, kiállok vele, jó? Mögéd állok. Parancsolj, köszi! Én is köszönöm. Lázó? Hiszen hiszem, mert már hiányoztam. Ennyi. Csak erre lesz most egy szerelés szerintem. Jó. Meg a Königszegre. Ha képzeld el, megyünk kórház fele, az a Pali nem tudom mit csinál, de geci jött, mint egy focilabda, felhívelték a Pali. Focilabda? Ha hülye! Felhívelték. 650, igaz? Aha.
a meg a Lupi, levettem eljjel. Dika Locsi. Utalás indok a Locsi. Na megnézem, hogy a kipfogó gázokat, a szállópor mennyiségét, az arzen mennyiséget, a szénmonoxid és széndioxid mennyiségét. Jó, hány diófát kell ültetnem évente ahhoz, hogy te egy órát járhathassd ezt a szart, illetőleg hány fóka, fióka döglik meg a rossz levegő minőségtől évente, amiért ezt a szar 7 literes AMG motoros McLaren-t rugdosod itt minden nap. Ami azt illeti óránként, azt írja nekem a kis digiszkennerem, hogy havonta 3200 diófát kéne elültetnem, és óránként 2 fóka, fióka hal meg a légszennyezés miatt. Úristen, én meghaltam évő pápajot. Jalomálló, ma? Ne erőltes létszem, mert port jobban bírom. Jalomálló, ma? Akkor a... csak ez a pélyt meg a kőnik? Nem, minden legyen akkor. Hát szerintem is. Szerintem is. Aludd már legyen kövér. Nem verekszünk, hello, hello, hello! De a hajtáslánc rendben van, egy rajtprogram... Na, mondom, a hajtáslánc rendben van, egy rajtprogram rugás, egy fóka mínusz. Kormány rendben van, lámpákat ellenőrzöm. Látom, a tunzgramizókat használtok. Ne verekedjetek már, meg kikütelek innen a francba. Na, visegedjetek már, nem otthon vagytok. Bocsánat. Amúgy elmondom, sikerül még piros pontot hozatnom. Van egy sziget, egy nagyon pici kis sziget. És arra van egy épület, majd azt be akarom még hozatni, az kurva menő. Kint az óceán közepén ilyen félig luxus villa, helikopter leszállóval, kurva menő. De luxus villákról beszélj. Ja, én nem ütötte le kell azt, Tuti. Jó. Amúgy tényleg nem ütötte. Mi? Hát nem pénz van, hanem mástól veszem én is a piros pontot, és onnan jön, onnan jön. Tehát lehet, hogy IC nekem nincs sok dollárom, viszont a... mint a szellem, de úrba. Ami a nevemen van, az nagyon sok. Az nagyon-nagyon sok, ami a nevemen van. Hát most, hogyha megnézed itt a panelba... Semmi probléma. Itt a prémium volt, itt is van 75 000. 75 ezer jóvá írva. Hát jó, most OC pénz az meg más, mert dolgozok 10 éve. Melyiket kell még egyszer? Semmi szar, de... Menjünk, jó. Na cső. Köszi szépen, szépen, hogy kell dobló magát végezni, mert... így hiszta a szép fél. Volt. Minusz egy fóka. Fiat, minusz egy fóka. Azaz. Yeah. Meg én most azt, hogy neked nincs 5000-et se fia, én itt vagyok egy éve. Nagyjából 7 hónapja viszem a szerelőtelepet, vagy visszük a, ugye a Krisztával, bár ő egy-két hónapot nem volt. Szóval sokan ismernek, sokat itt vagyok, sajnos. Úgyhogy, hát ez van. Akkor valamit nagyon rosszul csinálsz, barátom, mert én sem csinálom túl jól. Mert nem bizniszelgetek, meg... mit tudom én, de... hát azért itt dolgozgatok. Látod, most is nyomom. Aztán itt ennyi ideje nyomjuk, másfél órája. Az előbb raktam be 150 ezeret a bankba. Aztán megint van nálam. Hol van? F2. Megint van nálam 42 ezeret, kerestem másfél óra alatt. Mi az anyám ez a szürkeség? Amúgy csak kérdezem. Mi a geci van? Mi a geci ez? Jézusom, Joci! Mi a geci ez? Ezt megnézzük Heliről. Jézusom, de kiég a kép. Ezt elmegyünk, megnézzük Heliről így a város gyorsan. Most nem szarom, hogy nem lesz addig senki. Jézusom! Mi ez?
homokvihar, vagy mi ez? Mi a jó Isten ez? Apokalipszis jön, mindjárt meteorra is jön, mint múltkor. Jézusom. Nem, ez még azért nem a hó. Ez valami homok inkább. Jézusom, hogy néz ki az autó. És baszik, teliben ugyanazt látjátok, mint amit én. Nézem a másik monitoron. Na nézzük meg a... Hát ezt mondtam, hogy nekem nincs IC pénzem, viszont ami a nevemen van, az rengeteg... Az rengeteg... vagyonnak mondják, ja. Hát városi pénzben ilyen 120-140 millió között van az értéke nagyjából a garázsomnak. Ugye van egy egyedi autó, az Instant 40 millió. Persze, hogyha nem lenne árkorlátozás, akkor többet is el lehetne kérni érte. Az anyámat, hogy néz ki a város. Lövünk is egy fasz a képet. Az ilyen, nem tudom milyen időjárás ez, de kegyetlen. Jézusom, de hogy néz ki a város? Hát barátom, én sem nagyon kaptam soha semmit, úgyhogy... Tessék csak megdolgozni érte. Menj el repülőzni, nagyon jó a repülős munka. Ha le tudsz szállni a géppel, halálra tudod magad keresni. Igaz, hogy nyomni kell, mert nyomni kell, de... De jól fizet, tehát egy óra alatt több mint 100 000-et össze lehet szedni. És hogyha megcsinálsz 500 fuvart, utána meg már egy óra alatt ilyen 130-140 000. És az nagyon jó pénz, az nagyon-nagyon jó pénz. Az jobb, mint egy szerelőnek egy rossz napja, elmondom neked. Jó, hogy néz ki a város. Az a baj, a hegyek olyan csúnyán mutatkoznak, kicsit kijebb megyünk. Mi az anyám? Á, még csúnyabb. Nem, ez ilyen köd, mert jön velem, látod? Az a látóhatár így igazából jön velem. Aha, aha, látod, tűnnek el az épületek. Érdekes, érdekes. Wow. Ez felettébb érdekes egy időjárási jelenség. Joci, meteorokat, ha itt vagy. Joci, meteorokat, létszi. Most, hogy helibe ülök, meteorok. Megnézzük úgy a város, hogy ne hegyek legyenek a háttérben. Te érdekes, baszki. Ó, de jól néz ki a gazdag negyed. Ilyen kontrasztos színek vannak, a zöld is, milyen fura a víz. Figyeld, de komoly. Aha, na innen. Nem jó, innen is jön a látóhatár. Mondjuk hülye voltam, na mindegy. Szia, Milcsú. Itt van az egyik házam lent, az a nagy medence és az ovál is. Pont itt a heli alatt. Ez olyan kedves barátom éké itt fent, és innen föntről lelátni hozzám. Ide érdekes a város. Na mindegy, zsajjunk vissza. Üha! Jó. Oké. Oké, mi történik? Jó, hogy lement a nap. Aha. Jó, visszatértek a normál látási viszonyok. Jó, ez érdekes volt, tetszett. Pont belezuhanunk a benzinkútba. Mi a fasz? Mi a fasz? Ne! Mi a geci? Ne! Megjött a hó! Ne! Gyerekek! Az összes autó szar lesz! Ha-ha! Geci! Jaj, de komoly! Jó, meg is halok mindjárt. Itt nagy örömömbe. Gyerekek, az egy évvel ezelőtti emlékek, menj már innen, Jézusom! Ez így nem lesz jó. Júj!
Rakd már le! Á, itt a hógenyó! Menj már! Jaha, geci! Így, de komoly! Van persze két házam is, egyet már is adtam. De komoly! Ohoho, geci! Jaj, de komoly! Istenem, de jó! Kedves városlak! Gyerekek, itt a hó! Kurva jó! Többieknek be is küldünk egy fotót. Az anyámat. Csá, gecik! Kis külső applikációra beküldjük a srácoknak. Ja, integetek már. Jesus, Jesus, Jesus. Nem bírtok megállni, mi? Cső, mizu. Miért jöttünk? Hát ez az, király. Kurva jó, geci. Kurva jó, Istenem. Jaj, de jó. Van erre a véletet, Rilly Gumi? Van, persze. Be vagyunk már készülve június óta. Június óta? Jó, de persze, erre készültünk. Geci, de jó. Nagyon tetszett, csak picit csúszok. Kesz ide jó. Á, most majd megy le mindennek az ára, mert csúszni fog össze-vissza. Ja. Igen, igen. Amúgy, tavaly is ez volt. Amúgy tuti ötlet. Vigyük, hóláncot. Hozas hóláncot. Eladod 5000-ért, körülbelül jó addig, amíg nem teszed el az autót. Ja. Milliárdos lesz ebben. Ja. Ez nem tudja ötlet. Ha működik is, fantasztikus. Ja, csak ez a hó nem tartott sokáig. El is mullott? Hát, majd... Nem áll. De hát tényleg hó, elolvadt. Sokáig fog tartani. Aha, elolvadt. Aha. Érdekesek azért az... Azt a kurva! Az jó volt. Érdekesek azért. Drága egyetlen barátod, semmi baj nem volt ennek az autónak. Kihozom, majd... elüsszeted magad. Hú, de király lesz a város. Jaj, de várom már. Megint lehet hógolyót szedni, meg minden. Meg megint egy gyilkos akartál lenni? De Isten, ments. Azt hittem. Sászok, egy szoftverfrissítést kezeltem a gépjárműben, egy fake upgrade volt rá. Azt szóval rádottam, és további jó. De hogy is további utat kívánok. Aztán... Remélem lesz számba, amikor ácsony ajándék. Mert ti ajándékoztok minket az evészék egész éves munkánkért, én úgy hallottam. Hát figyelj, gyere ide, adok egy ajándékot. Na. Nagy királya, hát ezt nem lehet. Jó, akkor adok egy ilyen ajándékot. Ne csináld, nem lehet. Nem lehet. Nem szeretem az agresszió. Az jöhet, az kedves, aranyos, csere, csáve. Köszönjük szépen. Jó utat, vigyázzatok magatokra. Jézuska. Mit kértél Jézuskától? Semmit. Igazából. Sikeres és jól működő házgarást. Akkor megálltok. Hol vannak a munkásaitok? Hát azt én is szeretném tudni amúgy. Itt többen szoktatok lenni, hát volt ilyen, hát hogy feljöttem 10-kor, azt itt voltak ketten. Hát igen, van ilyen sajnos néha. Hát mi se tudunk mindig nyitva lenni. Meg most adomázni, hogy nekem a túlvilágon nincsen most jelenleg sajnos munkám, úgyhogy azért vagyok én is ide, most hogyha lenne, akkor lehet, hogy az a mázni, hogy jelenleg sajnos nincs munkám. Hát ebben a világban most, vagyis hogy itt a városban mázni, hogy nincs, kim meg nem mázni, hogy nincs. Ezt most csak ide jövök suttogni. Van egy rendőr nálunk. Aztán kérdeztem tőle, hogy amikor így valóságban megállítottak egy autóst, aztán véletlen fekete, akkor megveritek? Azt mondta, hogy véletlen nem lett fekete, szóval igen. Sziasztok, Mizu! Csöcső, elfogyott a fizu. Igen? Az jó volt. És mi lesz a négerből meg a poliból, ha keresztezed? Na.
Hát nem tudom, de kurva jó szedi a gyapotot, az biztos. Sok keze van, azért mi? Figyelj, majd én nem zavar, hogyha magamba beszélek. Nem zavar, ha magadba beszélek? Téged zavar, ha magamba beszélek? Ha válaszolsz neki, hogy nem, akkor azt mondja, hogy téged kikérdezett. Valaki szólt, haló? Tudom, hogyha erre azt mondom, hogy nem, akkor erre azt mondod, hogy téged kikérdezett. Mi ez a szállító színét? Életemben nem láttam még. Kik ezek? Hát, tudom, de... valami új. Tudom, de nem mondhatom meg. Tudom, de nem tudod. De tudom, mert az összes autójukat én festettem ilyenre. Igen? Aha. Na, felrúgtuk a hátsó gumit. Mátyás. Mizu? Most volt ez a sok ég alatt változás, most kaptunk egy mind a három egy crash abit, és a többiek ezért elfeküdtek, elkávultak. Jó. Igen, sajnos. Jó. Köszi szépen, készen van? Aha, meg vagyunk. Félesek vagy leszarod, vagy nem kell most már, lyukas a dob. Hát persze, hát ha lyukos a dob, akkor megnéztem azt is. Jó van, akkor köszi szépen a... további szép estét. Csuma. Csacsa. Na, most leellenőrzöm a kaszkóját, hogy... azt a kurva. Lyukos a dob, nem stimmel az autó szín, meg az autó... vagyis hogy a ruhája stimmel, az autó szín nem. És nem küldtek a változásról képet. Nekik elvel fehér autóval kéne bejönniük. Ők a 7. utcai srácok. És egyébként ezért nem fogad el az FBI információt a szerelőtelepektől, mert mi kurva sok mindent tudunk. Tehát én az IC nevét is tudom a srácnak, mivel úgy lett a kaszkó kötve, hogy az IC névre, és akkor a bandanév, vagy a családnév. Ja, úgyhogy sok mindent tudunk róluk. Kettő óra múlva, vagyis hogy 2 órakor le is zárom a streamet, 13 perc múlva. Úgyhogy addig, ha valakinek van valami mondani valója, vagy bántja valami, vagy bánami, adjátok ki a kis lelketekből. Az S betűsök, ezek egyébként meg a GB Summer House, őket is ismerjük. Nem rossz arcok amúgy, itt bent legalábbis. Kint a városban nem tudom nyilván. Jó kis este volt az a 2 óra, azt kell, hogy mondjam. Jó kis zúzda volt végig. Végre elcsíptem egy ilyet is. Itt a streambe, nincs mentős például. Kemény. Szerintem govolni is tudok már.
igazából a hóláncot meg tényleg nem rossz ötlet. Tehát be kéne hozatni, mint eladható item, a szerelő innen, a szerelői raktárból, és mondjuk legyen 15 000, és akkor ugyanúgy fog az autó télen, mint nyáron. De mondjuk egy autóra csak resi-törresig, vagy mit tudom, két napig legyen jó, értitek? Az, hogy ne hasson végig, hanem kopjon el, vagy valami. Vagy 36 óra után, vagy valahogy így 48 óra, két nap, ugye? Vagy mondjuk hetente is jó lenne igazából, ha vinnék az emberek. Mert ugye több autója van, minden héten vinne több autóra, vagy minden nap egy-egy autóra, az úgy már nem lenne rossz bevétel amúgy. Na, meg is halt az élet, vagy mi van, elvágták a csapot? Azért érdekes. Érdekes most a helyzet. De hát ilyen a szerelősdi, vagy jönnek, vagy nem jönnek amúgy, ezt már megfigyeltem nagyon. Nézzünk, hogy alakul. 44k-t is lerakjuk. Ó, amész! De ez is kimegy, jó van. Ó, de nem tudok, bam! Hát ez elment, jó van. Köszörűjéket nem láttam ma még. Mi van, geci? Abszolútli, gyere! Bam! Mi van? Oda feküdjél be magadnak! Te meg oda a falba feküdjél be magadnak, azaz. Na, főket ögen jó, kúló száll.
Na srácok, még egy 3 perc. Aztán elköszönök. Jó, jó, ez izgalmas, hogy sikerült, azt tetszett ez a... Az a 2 óra, ez nagyon jó volt. Bárcsak ilyen lenne mindig. Ilyen szép forgalommal. Azért történtek is a dolgok, itt a srácokat szerelgetni ott hátul. Időjárás változások. Jó, jó volt amúgy. Ez most igen tetszett. Jaj, Moraj, mit csinálsz? Dikk egy geret. Nekem már biztos, hogy nem kell. Mert megvan a 20. Különböző figura. Jó ideje a Westside sem hirdetett, ahogy láttam. Senki. Na jó, srácok, lassan akkor el lehet köszöngetni, tőlem is, meg egymástól is. Lezárjuk lassan, ahogy az Armando mondaná, lecsukjuk. Elgurult a csukója. Jézus, Marcius! Dinnyét! Szervusz, Mátyásom! Mizu! Meg tudod szerelni? Épp emlegettelek, hogy ma még nem láttalak. Szia, bassz! Cső-cső! Nem ám, itt azt hitted, hogy kibasztak. Hát már elkezdtem akkor. Én arra várom, hogy a pöcsöret már csinálják. Minek van itt? Szia, bátyja, szerelésre. Nem, úgy visszafogtunk a... Trogger stílusból aztán. Ja, jó. Na, úgy ennyire nincsen sok panasz. Ja. Hát Troggerbe vissza kell venni, és ennyi. Többi az már. Tudod, hogy szoktam én beszélni, érted? De sosem persze. Szoktam anyázni, meg ilyenek. Nem te voltál múltkor az, aki hozzám szólt a gazdag negyedbe? Nem. Láttam, de nem én voltam. Ez kurva nagyobb volt. Miért mit szólt? Csá, geci. Jött, tankolta a motort, oda szólt. Csá, geci. Ráköszönök, mizu. Nem, az ezért volt. Nagyon is fel is volt. Nekem is, amúgy csak nem tudom hirtelen ki az. Kiszólalt, melyik csicskám? Na, kurva, rendben. A motorom úgy széges. Hallod, még valamit kérhetek? Mondjad, persze. Meg tudjuk nézni, hogy milyen lenne, hogy leszednénk a ablaksötétítést. Mondom. Úgy nem lehet, hogy mit tudom én, csak az ablakok legyenek lesötétítve a hátsó. Hogy hívják le? Lámpa. Hát ez olyan, ez kicsit szürkébb a lámpa hátul, látod? Én próbálhatom. Aha. Adjál már, látom, látom, látom. Látom. Látni egy kicsit. Hol? Hanó. Próbál. Hát nálam nem nagyon. Hát jó, amúgy belehet, ja. És mi, hogyha nincs rajta teljesen? Akkor nincs is üveg. Üveg az van, csak fújja nincs. Úgy nézve fogja ki. Versenyt nem lehet változtatni amúgy? Micsoda? Verseny színét. Elvileg, de. A rózsaszínre akkor. Fekete kéne. Ilyet szárki mész. Ha lehet. Nem, csak az ülést változtatja, nézd meg. Az is jó, hogyha fekete. Igazán van. Jó, parancsolj. Ingyen van. Várjál, hozok pénzt. Ablaksötétítés visszadobjuk? Jó napig, ingyen van. Ablaksötétítés kell akkor. Ség. Mindjárt. A Matyi. Mi van? Jó, az ülés feketén van. Igen, mondja. Ha megmondom őszintén, nekem nagyon tetszik, hogy hátul a lámpája látszik. Lámpa? Minek? Így jó. Hát minek a... Szedd le, Matyi, létszi egy kicsit. Lucifer, nyugodj már meg, létszi! Már fáj a fejem. Hallgass el, Lucifer.
vagy. Nézd meg, nem szép az meg. Pillanat. Lámpája. Nincs. Okkádi. Hát akkor meg 3500. Fasz egy. Fasz 41-re. Zsákba kéne húzni az egész autót. Már eltett az egy hónap. Miért nem nézed meg a Costco szobát? Hát azt hogy csináltam most, hogy miért csinálni tettet fel. Nem, ez nem mondja nekünk is Costco, csak egy hónap is így. Mennyivel tartozom? Semmivel. 3500 nekem. Nem tudom mi a számod. Na jó, tessék. Köszönöm. Hát az nem tetszik semmi, azt hát megköszönted. Van, hogy benézünk. Köszönöm, hogy benézhettek. Jó, jó. Menjétek. Egyszerűen hallgass el egy kicsit. Szép napot. Mizu, segíthetek? Nincs nálad egy kis cuccos amúgy? Milyen cuccos? Hát olyan, ami megtölt egy kicsit energiával, mert ez veszélyes az a szar. Hát én nem fogyasztatok ilyeneket, és nincs is nálam ilyen. Nem, de szoktál motorozás az ilyeneket használni. Igen, már amióta bejött a függőség, azóta nem. Igen? Nekem Lee adott egyet, hogyha odaadom neked. A sima kokai nem tudja használni. Ja, eldobtam, bassz meg, várja. De van egy tevém otthon, azért átmentünk, ha gondolod. Menjünk. Kilőtték a kerekemet, hogy hajnak. Jó. Átnézem a biztonság technikai berendezéseket, megvizsgálom a lámpákat, megvizsgálom a légzsákokat, megrángatom a kormányt. Hát Bogi, egyszer vettem 150-et, abból elhasználtam úgy 6-ot. Aztán továbbadtam. Kormánynál nem hallok különösebb zajt. Amúgy bocs, hogy ilyen halk vagyok most, Patyi. Felpróbálja. Felsen érthető vagy. Úlá, most adtam a kaja után megint, azt a kurva. Kaja kóma? Nem kéne zabálni ennyit, ja. Az a baj, hogy hiába feküdnék le, most meg nem vagyok, mert aludtam délután is megint. Gyere, cégessel megyünk. Nem akarom ezt itt hagyni. Hát lelakod, azt nálam meg a garázsba kiveszed. Ó, bazd meg. Hát ez nem az enyém. Ja. Akkor meg tudod, hol lakok? Hát nem annyira. Ó, bazd meg. Megyek utánam. Hát van a... A Picture Perfect Drive utca, ott van a 40-es benzinkút, és a 40-es benzinkúttól jobbra. Ott lakom. Mindegy, menjünk meg utána. Gyere már, gyere már. A Bogi, megpróbálok felkelni. Jaj, de kiadta! Az állat. Jaj, more, azt a kurva. Jaj, azt hittem elférek. Jaj, geci. Jaj. Hoppá, mi történt? Csúri már alig megy fel. Jaj! Most itt elfekszik. Szerezlek neked? Mennyi kell? Amennyit tudsz hozni. Hát most egy 50-et veszek első körbe, aztán kész. Nem biztos, hogy ugyanilyet, de majd szerzek. Az a lényeg, minden töltsön a szaló. Ja. Hogy itt a város, hogy intézőjel nézem. Nagyon oda rúg? Nem tudom, én nem próbáltam soha. De várj, azt hittem, ez valami házi állat, geci. Hát az. Hát ezt nem is lehet használni. Ne baszd ki velem. De hát nem. Én azt hittem, az drogba, azért nem használtam.
Akkor nincsen biztos. Semmi. Akkor nincsen. Várjál. Lehet, hogy másik házamban van amúgy. Mi az, hogy ilyet nem használhatsz? Komolyan így megvan szabva, hogy nem drogozhatsz meg ilyen? Hát szerelő nem drogozhat meg, én nem is keresek semmit, nem csináltok vele. Hát jó, de mi az, hogy nem drogozhat egy szerelő? Hát akárki lehet függöny. Van templomi ostyán, meg Misa borom is, ha gondolod. Megvan szabva, felszólt, mi legalábbis tegnap vagyunk, beszélgettem szerdahelyen amúgy a parkolóban, ott a régi bandából egy-két ember megjelent, de amúgy nagyon ritkaság. Ugyan már? Világnak fogalma sincs arra, hogy miről beszélek. Menjünk át a Mirror Parkba? Vagy. Yes. Jön a fogadta, majdnem megölték. Nem tudom, hogy az Eki tölte, hát mindegy, adok neki egy-kettőt. Varázsgombát kettőt. Ez így sincsen nekem drogom, baszki. Abszolút nincsen. Köszi! Basszus, van olyan, bejövök a házba, mire kijövök, eltűnik a... kocsi. Ez nem tudom, hogy mit csinál, meg el is tudom, hogy mit csinál, de csak ez van itthon. Aha. A gombától jól is laksz, azt tudom. Meg jól is, ugye nem lesz az szóval. Nem tudom, Jóci, mikor a teszi le az éjjémet, a tárolóimat, aztán visszajönnek az utcaim, csak... Meg így bál a derekam az autótól, látod? Az tökéletes. Ez az. Segítség. Ja, kösz. Jaj. Kancsolj. Ez is... Azt a kurva! Bazd meg! Igen, elmenjen onnan. Amíg el tudnék. Elesett a nap, kurva legóan. Jó, rák meg ezt, hogy vissza a motorra létsző. Nem tudom, felférsz, felférsz? Hát nem. Csak egy személyes, de rossz. Hát cross motorba ez van. Városi? Az hát. Micsoda? Az. Ez egyedi, tesóm. Na, faszodat. Ja, ez biztos nem városi. Dehogy nem. Ez nem az, tesóm, ez nem az. Dehogy nem. Elhihetem. Ez mondom, hogy nem az. Nem mondom neked. Hát ez kavasz, aki te állat. Na, én azt értem. Baszik, nem tudok beszállni. Ez nem városi. Szembe tudok beszállni. Ennek a hangja is tiszta, más, ez két hát, amúgy, ja, két ütemű hangja olyan. Ide jöttél címre, vagy ide jöttem címre, kérdezi. Baszik, mi a rák van? Hát, bazd meg.
De mi a rák van? Kell segítség? Hát nem tudok beszállni. Mi a kurva anyja van? Anyja, majd bolondolok tőled. Esetleg ha elvinnéd a ház... Erre a motorra nem fér fel. Ti figyel, nem száll be, hát mi a rák van? Matyi. Ah, itt trold el akkor, bazd meg. Kösz, kösz. Gyere. Nagy király vagy. Köszönöm. Vissza a házhez. Aha, mennék legalábbis. Jó. Nem szép az az autó, miért mondja, annyira csúnya ez a nagy száj, mert... Jézusom, nem szép. Na jó, srácok, lezárom ezt a kis streamen. Már ennyi. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt, köszi szépen. Pucika, pucika, jó legyél. Jövök egyel. Jó. Na, beintünk mindenkinek. Így-e? Szevasztok, szevasztok. Köszönöm mindenkinek. Na szavaztok, jó éjszakát mindenkinek, csá-csá! Köszönöm mindenkinek még egyszer, holnap folytatjuk.